Aki elfogadja a nyílt és egyetlen napi pontját, azt kérem, igen, szavazzon. A rendkívüli ülés napi rendje a nyugdíjszerű ellátásban részesülők támogatásáról szólt. Dunaúj város önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletének része volt, hogy karácsony előtt a nyugdíjasoknak évente egyszeri 5000 forint támogatást biztosít. A költségvetés nehéz helyzete miatt tavaly módosítani kellett a rendeletet, ám a jelenlegi pénzügyi adatok szerint ismét lehetőség van a támogatás. Utalására. A rendkívüli közgyűlésen megszavazták a rendelet hatályba lépését. A nyugdíj igazgatóságtól kapott információk alapján összesen 13.862. Dunói városi lakos részesül nyugdíjszerű ellátásban. Mindenki, aki a nyugdíj biztosítótól kapja az ellátást, talán csak az árva ellátást kivéve gyakorlatilag mindenki bele tartozik ebbe. Részükre 5000 forint támogatást folyosítanak a Magyar Postán keresztül. A közgyűlési döntés után a hivatal munkatársai azonnal elkészítették a határozatokat, hogy mindenki időben, még karácsony előtt megkaphassa a pénzt. A rendkívüli ülés után jövő héten tartják az év utolsó, soron következő közgyűlésüket a városatják. Köszönöm, hogy elfáradtak, és további szép napot kívánom!